Hogyan lehetne röviden bemutatni Terézvárost? Terézváros Budapestnek szerintem a legszebb része, kulturális szempontból nem csak Budapest, hanem az ország szívének is számít, hiszen Terézvárosban található a legtöbb színház és olyan szórakozási lehetőség, ami igazán magas kultúrát képvisel. Földrajzilag egyébként egy nagyon kis területen helyezkedik el, ebből adódóan nagy a népsűrűség, hiszen 38 ezer lakos él Terézvárosban. Terézváros közepe az oktogon, a Deák tértől a Hősök teréig húzódik a világörökség részét képező Andrássy út, a gyönyörű épületeivel, a sugárút jellegével, illetve hát másik határunk a Nyugati tér, illetve a Király utca, ahol már a 7. kerülettel vagyunk szomszédosak. Milyen előzményei voltak a mai szerződés aláírásnak? Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget akkor, amikor ez év január 8-án Horváth László lenti polgármestere elhívott a lenti város ünnepére, ahol egy köszöntő beszédet mondhattam én is, mint volt terézvárosi lakos, illetve polgármester, és nagyon örültem annak a kezdeményezésnek, amit akkor tett a polgármester úr, nevezetesen, hogy kössön Terézváros, illetve lenti testvérvárosi szerződést. Mennyire jellemző az, hogy budapesti kerület vidéki várossal testvérvárosi szerződést köt? Szerintem nem annyira jellemző, sokkal inkább jellemző az, hogy a határon túli településekkel kötnek magyar települések testvérvárosi szerződést, illetve kapcsolatot. Ezért is úgy gondolom, hogy ennek még nagyobb jelentősége van, hiszen ma mi egy határon túli településsel, illetve egy határon belüli településsel is testvérvárosi szerződést fogunk kötni. Az egyik lenti város, a határon túli település pedig Kézdivásárhely. A mai nap különleges alkalom, hiszen Terézváros napja van. Mivel készültek a mai ünnepségre? Teréznapon vagyunk most itt, október 15-én. Ez hagyományosan hosszú évek óta Terézváros ünnepe, hiszen a névadó Teréz, ami egyébként egy érdekes kérdés, mert még a történészek is vitatkoznak, hogy Mária Teréziáról nevezték el Terézvárost 1777-ben Mária Terézia 60. születésnapján, vagy Avilai Szent Terézről, aki egyébként nem más, mint Mária Teréziának a védőszentje. Milyen tervekkel íródik alá a mai napon ez a testvérvárosi szerződés? Én azt gondolom, hogy a testvérvárosi szerződés megkötése előtt már nagyon jó kapcsolatot ápolt a két település egymással, és ennek jegyében próbáljuk a későbbiekben is tovább folytatni az együttműködést. Az ősz elején, nyár végén lenti gyermekeket hívtunk meg a Dunabogdányi idén átadott és felújított gyermeküdülőnkbe, és én azt hiszem a visszajelzésekből, hogy nagyon jól érezték magukat. Tehát én elsősorban ezeket az ifjúsági cserekapcsolatokat emelném ki. Azt gondolom, hogy vagyunk olyan helyzetben ma Magyarországon, hogy nagyon sok gyermek nem jut el Pestre, de ez fordítva is pont ugyanúgy igaz. Milyen programok zajlanak a mai napon? A mai napon az 5-ös 10 kulturális színterünk változatos programokat kínál, de ez már tegnap elkezdődött, és még holnap is folytatódik. Ez egy 3 napos rendezvény, ahol hát mindenféle kulturális rendezvények vannak, kisebbségi önkormányzatok is rendeznek programokat. És én azt hiszem, hogy a vásári forgatagban is kicsik, nagyok és idősebbek is jól érezhetik magukat, de nem csak ezt emelném ki, hiszen lisztév van, a díszpolgári ünnepség van délután 3-kor, a hagyományos kitüntetések átadása, sőt egy új cím átadása is a Terézváros sportolójáé is sorra kerül ma. Ugye Terézvárosért kitüntetések, tehát minden díjazottat ma fogunk köszönteni, és ezt követően este Szentmisén veszünk részt a Teréz templomba, illetve a lisztév kapcsán lesz egy kiváló orgona hangverseny. Polgármester úr, milyen várakozással tekintenek az együttműködés elé? Ez a kapcsolat egy kicsit szokatlan testvérvárosi kapcsolat, illetve települési kapcsolata a két fél között, hiszen Budapestnek egyik kerületéről van szó, ahol 38 ezer lakos van, lentiben pedig valamivel több mint 8 ezer. Ennek ellenére
a kisváros a nagyvárosban valószínűleg meg fogja találni majd a számítását, és kölcsönös előnyök alapján tudjuk alakítani a partneri viszonyt. Mint ahogy a képviselőtestületi ülésen is ebben megegyeztünk a testülettel, és egyhangulag támogatást is kaptunk. Szeretnénk, hogyha azokon a területeken a kultúra, a sport, az oktatás területén fejleszthetnénk a kapcsolatokat. Az első lépéseket már meg is tettük, hiszen a lenti gyerekek Dunabogdányban vehettek részt egy emlékezetes egyhetes táborozáson, és reméljük, hogy hasonlót tudunk mi is felkínálni az itteni gyerekeknek, és hát természetesen azok a civil szervezetek, amelyek itt szép számmal vannak, illetve amelyek nálunk is vannak, felvehetik a kapcsolatot, és különféle programcseréket tudunk majd így megvalósítani, és megismerkednek egymással a két település lakói. A célunk különben is az, hogy megismerjék egymást a települések, megismerjék a múltjukat, történelmüket, szokásaikat, és ennek megfelelően alakítsuk a további kapcsolatot. Szeretnénk előrelépni a gazdaság területén is, ez mindkét félnek érdeke, hiszen Budapesten egy fajta turisztikai irány van nálunk, mint tudjuk, a gyógyfürdő kínálta gyógyturizmus, illetve a természeti környezet nyújtotta turizmus előnyeit próbáljuk kihasználni, és úgy gondolom, hogy a Terézvárosi kerületet lehetne tájékoztatni azokról a lehetőségekről, amelyeket lenti kínál a turizmus és az idegenforgalom területén, és nem utolsó sorban, hiszen Budapesten számos nagy vállalkozás, cég található. Reméljük azt, hogy ezen a területen is, tehát a gazdasági élet fejlesztése területén is előre tudunk lépni, és tudunk olyan együttműködési formákat találni, amely kölcsönösen jó mondjuk egy itteni befektetőnek, illetve lentibe új munkahelyeket vagy új vállalkozásoknak a telepítését eredményezi. Lehet-e már arról érdeklődni, hogy az együttműködés következő konkrét lépése mi lesz? Szándékaink szerint ugyanúgy, ahogy itt nagyon kedvesen fogadtak bennünket, mi is szeretnénk a Terézvárosi Hivatalt, a Terézvárosi Képviselőtestületet lentiben vendégül látni, hogy a kapcsolatok egy kicsit kibővüljenek a két testület között, alaposabban megismerjük egymást, megismerjük a lehetőségeket, és így meg tudjuk beszélni, mik lesznek azok a konkrét területek és formák, amelyeken tovább léphetünk. A mai alkalom lehetőséget nyújt a kapcsolatok szorosabbra fűzésére is. Valóban, ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, hiszen két teljesen különálló, teljesen más nagyságrendű és jellegű település, illetve település és kerület együttműködéséről van szó, hiszen erre úgy gondolom az országban még példa nem volt, hogy egy budapesti kerület, valamint egy vidéki kisváros együttműködési megállapodást kössön. Nagyon érdekes kezdeményezésről van szó. Én nagyon-nagyon remélem, hogy az elképzeléseink azok valóra válnak, mint ahogy korábban is már elhangzott, elsősorban oktatási, kulturális együttműködésre gondolunk. Nagyon várom a képviselőtestület tagjaival, tehát a kerületi képviselőtestület tagjaival a személyes párbeszédet, kontaktust, hiszen érdemes az ő tapasztalataikat is figyelembe venni, noha teljesen más nagyságrendű, jellegű településszerkezetről, intézményhálózatról van szó, de mivel intézményeket működtettünk mi is, intézményeket működtetnek ők is, éppen ezért úgy gondolom hasznos lesz az ő tanácsaikat, véleményeiket, meglátásaikat is figyelembe venni. Milyen érzés szülőként viszont látni lányát egy budapesti kerület vezetőjeként? Hát én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és mint szülőként engem természetesen egyrészt nagyon büszke vagyok rá,
és hát természetesen a szerénységre is ösztönzöm mindig, hogy tudja, hogy honnét jött valaki, és tényleg nagyon jó csinálja azt a feladatát, amire kapott megbízatást. És én remélem, hogy ezt egyszerű lentiből jövén, lévén, nyilván, hogy hát a hazai háztól is hozza azokat a bölcsességeket és egyéb megfontolt dolgokat, hogy ő itt igenis az itteni 6. kerületi polgárokkal szemben nagyon jó tudja érvényesíteni.